Szép jó hajnalt mindenkinek. Thorin vagyok. Ez pedig a sivatagi törpéink kalandjainak folytatása. Vadvilág sehol. Után kiirtottuk nagy részét. Kéne egy ember, egy pótléka. Legutóbbi halottunk után. Hol állunk? Tavasz vége, nyár eleje. Hát, meglátjuk. Hamarosan elkészül az újabb adag gomba. Ördög fonál. Akkor majd abba hagyják a rongyos ruházat sírást. Azt hiszem. Nadrágból mondjuk eléggé gyér a mennyiség, ezt nem mondom. Úgyhogy valóban nem ártani a némi alapanyag és mi egyéb. Fegyverek nagyjából megvannak, vagy talán mindegyik megvan. Hanem valami nagyon durva gépinvázió jön, akkor jók leszünk. Alapvetően mindenkinek komoly fegyvereik vannak már. Hát most békésen várjuk az eseményeket, illetve kéne egy fogoly, akit idomíthatunk. Hogy kell a táborunkban élni. Hetedik év. Sőt, azt hiszem 8., mert ugye a 0-0-nál kezdünk. Úgyhogy ilyen értelemben a 8. évben vagyunk. Hát meglátjuk. Most békésen el vagyunk, mindenki teszi a dolgát. Bányázgatunk. Ezt lassan kimerítjük, ezt a plasztacélforrást. Ez is azért lassan fogy. Azt hiszem innen is fogyott valamennyi, ha nem is tetemesen, pszichohullám abban maradt, helyes. Aztán egy picit gyorsítottam a kutatáson valakinek, de nem látszik. Nincs meg az eredménye, hogy valaki olyan veszettül kutatgatna. Közlekedési ihlet. Hogyan kell gyorsan sétálni? És ezt az ágyban találta ki. Hol máshol. No, hát... Most békésen várjuk a folyamatokat. Négyszáz sör. Lassan aratható a komló. Meg azért van bőven itt is komló ültetvény. Ugye a szövetek helyére. Kakaót visszaültetjük szintén. Talán ezt kellene egy kicsit nagyobb prioritással. Ja.
ahelyett, hogy itt a kakaót ültetik ilyen lelkesen. De mondjuk kétségtelen a kakaót is meg kell csinálni, aztán aztán egy évig nem néznek rá. De ezt meg pillanatok alatt bevetnék. És elkezdődne végre a... Ha, ide jön, aztán abba adja. Egy darab ültetés után. Köszönjük. Az még picit segítene, ha mondjuk a ültetés egészét elvégzendő lenne egy ilyen parancs kiadva. No. Most jössz ültetni, aztán még nyilván mész majd aludni gyorsan egy ültetés után. Na látod, Cleo? Ilyen tempóba tudsz te ültetni. Egy negyedet beültettél egy pillanat alatt. Ezért kéne, hogy elő legyél ebbe a feladatba és prioritásba. Na mindegy, lassan befejezik a kakaó ültetvényt, és akkor muszáj a burgonyát rendezniük. Igazából azért érdekes, mert egyébként az egyszerű kajából sincs sok. Mert rengeteg pók meg egyéb kajánk van, de krumpli nincs hozzá. Vagy málna, vagy akármi. Tehát zöldség nincs. Szokás szerint. Mondjuk az a jobbik eset. Ha van hús, vagy van zöldség, akkor a húsból készítenek lakomát, meg finom ételt, meg mi egyebet. Ha meg nincs, akkor előbb-utóbb úgy is készítenek egyszerű kajákat a húsból. Nyilván, ha lenne türelme bárkinek is, akkor egyenként kirakhatná, hogy ilyen négyes, tehát kettő távolságunként legyen a fa, egy-egy mezővel. De nem hiszem, hogy valaha is lenne annak, arra valakinek is türelme. Így meg ilyen össze-vissza sorokba rakják, aminek eredménye az, hogy egy csomó terület elvész. De hát ez van. Ez legyen a legnagyobb bajunk. No. Kis kényelmes, nyugodt időszak. Gyanús. Az ilyennek valami következménye szokott lenni előbb-utóbb. Behúzzuk a málnát. Szadaba is ültet itt egy adag krumplit végre. Málnát is visszaültetik nagyobb részt. Vagy tán teljesen. Aztán mennek kakaót ültetni, mert még van néhány hely. Már nem sok, mert tényleg nem sok hely van. Itt talán ide egy vagy két fa kifér. Ha erősen küzdenek. No, és itt a nyár. Kutatás egy darabot nem haladott. A
Alapvetően ez a baj. Szakács, építész, stb. Az egyik szakácskodik. Oké, Lee, te átminősültél első számú kutatóvá. És mivel szinte mindig lesz mit kutatnod, itt sajnos a többit nem fogod végezni, pedig az is marha jó. Te vagy a szabunk is, meg a mi egyebünk is. De azokat hajlandók többen mások jobban elvégezni. Kutatni nem nagyon tud más, csak te. Úgyhogy muszáj. Már megint összekaptak. Mennyire vagy szétverve? Eléggé. Levágott fül. Köszi. Köszi, igazán jó, hogy egy fület elvesztettünk így. Így látom, abszolút tök fölöslegesen. Na se baj. Egy kis belső veszekedés miatt. No. Addig dolgoznak a komlóval. Vadvilág, újabb bumalók telep. Akkor azt felügyelet alatt megsemmisítjük. Jó, körzet. Behúzhatjátok szépen kajának. Akkor tovább jobban meg nem körzet, ahogy az se. Remek! Azt hiszem, ha ezt bevilágítanánk minden estül, akkor itt nem jönnének többet rovarok. Úgyhogy, hát egy ilyen mókát kihúzunk. Hát, ha működik. Bár statisztikailag majd a építés közben fog megjelenni, amikor már éppen minden megvan, csak a lámpákból egy-kettő még nincs meg. Akkor ott fölbukkan majd, és egyből megeszek az emberkéimet. Statisztikailag ezt várom. Na meg persze nagy kérdés, hogy van-e ennyi vasunk, acélunk.
Üldözött, menekült. Nyolcvankilenc éves. Lássuk a problémáidat. Egész olcsón megúsztuk. Jó, van egy kis gyengeség. Mindent hajlandó csinálni, helyes. Oké, ragadj meg egy fegyvert. Nem nagyon vannak fegyvereink. Ott egy vadászpuska azért van. Aztán meg majd meglátjuk, ahogy jön az invázió. Hát a kutya az így járt. Úgy érzem. Megint mind a kettő bukott. Mondjuk persze, ha nem lett volna itt ez a csomó fém hulladék. Akkor lehet, hogy egy kicsit jobban álltunk volna. No, gépkarabély. Könnyű géppuska. Gépkarabély. Oké, vadászpuska. Hát három gépkarabélyt azt átvesszük azért. Azt jónak tartom. Kerol. No, lássuk a sérülteket. Semmi. Lee, alapvetően semmi. Nem tudom, mit keresett a harc közelébe egyáltalán.
zúzódást, ellátott sebek. Jó, alapvetően ezt érdemi probléma nélkül megúsztuk. Kutyot. Kutyot nem tudtuk megmenteni. Hát akkor kutyot meg fogjuk enni. Oké, zselé volt, amelyikhez kötődtünk. A másik az csak káros. És akkor... És beosztás. Orvos. Remélek, egy első osztályú orvos. Első orvosztályú. Állattartó. Jó vadász. Rossz tányász. Oké, valami ilyesmi. Valami ilyesmi lesz a beosztásod. Carol. 89 éves, még régebben született, mert némi mélyhűtött tároláson azért átment. No hát, megvan az extra emberkénk. És egy fegyverkereskedő hajó. Carol, dumcsízz vele. Bizonyíts, hogy méltó vagy a csapatunknak. Alkatrész jöhet. Gyógyszer jöhet. Hulladék, fegyverek. Be lehetne olvasztani, de láthatóan épp nem érnek rá. Mészkőszobor. No. Energiapáncél, erőpáncél sisak. Hát különösebben nem. Sört venne, de azt nem akarok. Hát akkor 200 zsetont eladunk. És egy csomó gyógyszer. Majd valaki becipeli őket. Vagy nem. Szépen gyorsan fölgyógyulunk. Vegyes kereskedő. Remek. Egy második kereskedés. Random csapat, az nem érdekes. És itt a kereskedő. Vegyest kereskednek. Hoznak hínőstényeket, úgyhogy egyet veszünk, miért ne? Egy husky nőstényt. Pókhús. Csincsillahús. Nem aprózzuk. Tyúktojás. Alkatrész. Fejlett alkatrész. Bőr. Tevebőr. Teveszőr. Majd meglátjuk. Teveszőrrel mi lesz.
A célt azt megvettük. Azzal nincs kérdés. Normál. Jó. Jó. Normál, úgysem használatra kerül, még a jó se. Silány az abszolút nevetséges koncepció. A remeket esetleg viselik, már nem vagyok meggyőződve. Jó, és akkor lopjuk ki a 2000 zsetonjukat a teveszőrrel. Állatok. Husky irány az idomítás. No. Hát vesztettünk egy kutyát, de szereztünk egy huskyt helyette. Egy labradort lecseréltünk egy huskyra. Nem tudom, melyik a jobb. Ha van különbség egyáltalán. Ebbe a formába. Nem teljesen tiszta, hogy miért ilyen furán építik, vagy nem építik. Ez már az ő bala. Ő baja. Ő bajuk. Gyógyszert. Vonuló csorda majmok. Erre vonultok ti majmok. Azt hiszem ebbe az irányba szoktak vonulni. Csordáink. Oké. Okay. Parancs, felold. És akkor a majmokat begyűjtöttük szépen. Hát majd apránként valaki megoldja. Mi lenne, ha másik adagot is bevinnéd?
tudom, extrém opció. Meg ennyi erővel minden mást is kezelhetnél. Normálisan. Ó, igen, elvesztettünk itt két védőt. Azt mondjuk jó lenne pótolni. Biztonság. Azt azért jó lenne pótolni. Hosszú és rövid távon. Na hát eddig jól állunk. A két eszközt buktuk, de hát annak az volt a feladata. Cserébe nem halt meg senki. Pedig viszonylag macerás azért, amikor egy csomóan megtámadnak. Oh, van ám itt mit cipelni? Volna mit cipelni. Megültetni, meg mi egyebezni. Úgyhogy itt még várhatóak dolgok. Elvesztett cuccok és mi egyebek. Közben készül a végtelen kaja. Na, azt hiszem már ennyi. Innen folytatjuk legközelebb.